Szeretnélek kérni benneteket, hogy képzeljétek el a következő helyzetet. Egy ennél jóval nagyobb előadóterem, ami el van sötétítve, száraz, szakmai téma és az előadó diaképeket vetít. Az előadás 45. percében egyszer csak váratlanul a vetítővásznon megjelenik egy Playboy magazinból kifotózott meztelen nő képe. Az asszisztens gyorsan tovább viszi a képet az előadó rárival, hogy miféle marhaság ez, de a hallgatóság figyelme már éber, kíváncsian és reménykedve várják, hogy mikor keveredik hasonló kép az előadás anyagba. És valóban, következő 5 perc, újabb meztelen nő, következő 5 perc, újabb meztelen nő. A következő meztelen nő az fejtetőn állva érkezik, úgyhogy a hallgatóság feje az vízszintesre fordul, az asszisztens gyorsan tovább viszi a képet, erre nagy morgolódás támad, úgyhogy talpra állítja, a manővert óriási helyestés fogadja, és ez így zajlik 50 percen át, jönnek a pikánsabbnál pikánsabb képek, de a hallgatóság már tudja a szerepüket, és az előadás végén óriási taps. Ha most azt képzelitek, hogy egy képzeletbeli helyzetnek a képzeletbeli karaktereit elevenítettem föl, akkor tévedtek, mert hogy az előadót úgy hívták, hogy Szabolcs Zoltán, és ő az a főorvos, akit a magyar orvostudomány az utolsó magyar polihisztor sebészként emleget. És ezt az előadást 50 évvel ezelőtt egy saját maga által végzett, nagyon komoly sebészeti beavatkozásról tartotta. Na most képzeljétek el, nagyszerű előadó, nagyszerű eredménnyel, izgalmas a téma, és mégis azt gondolja, hogy a hallgatóság figyelmét 5 percenként meztelen nők fényképeivel kell stimulálni. Mindezt 50 évvel ezelőtt, amikor a figyelmetlenség messze nem volt akkora probléma, mint manapság. Amiért ezt a történetet elmeséltem nektek, az az, hogy fölvezessem napjaink legnagyobb kommunikációs, személyes márkafejlesztési kihívását. Szóval napjaink, a mának és a holnapnak a legnagyobb kommunikációs kihívása az az, hogy hogyan tudom felkelteni, és hogyan tudom fenntartani a hallgatóságon figyelmét. Az aktív figyelem időtartama, az aktív figyelem az a magas szintű figyelmi teljesítmény, ami részedről, aki most engem figyelsz, nem igényel külön erőfeszítést. Szóval az aktív figyelemnek az időtartama a 80-as években 23 perc volt. A 90-es évekre 13 percre csökkent, és a mai tudásunk szerint az ELTÉ-n vannak erre saját kutatási eredményeink. Szóval a mai tudásunk szerint az aktív figyelem időtartama, és akkor most benneteket kérdezlek, és én nem leszek annyira szemérmes, mint Robi. Szóval most jött el az ajándékozás pillanata, ez a teleshop része az előadásnak. Szóval arra kérlek benneteket, hogy mondjátok meg nekem, hogy mennyi ma az aktív figyelem időtartama. Aki leginkább megközelíti, az megkapja tőlem az Add elő magad, a magával ragadó előadás titkai című könyvet. Szóval tippeltek 5 perc, 4 perc, 3 perc, 2, 30, 10, vannak hihetetlenül pessimisták és hihetetlenül optimisták, szóval legyetek őszinték hozzám, ki az, aki azt mondta, hogy másfél perc? Tied a könyv. Gratulálok, majd dedikálhatom neked? Adjátok hátra a könyvet nekünk. Megtisztelsz. Szóval az aktív figyelem időtartama, az körülbelül másfél perc, na most a rossz hírem az, hogy ez holnap kevesebb lesz. A jó hír az ugyanakkor, hogy a figyelem fölkelthető és újra aktiválható. A figyelem felkeltésének és fenntartásának legősibb, legtermészetesebb és legkézenfekvőbb módja, az micsoda szerintetek? És erről fog szólni a mai előadásom. Legősibb, legtermészetesebb és legkézenfekvőbb módja. Ma már a világ mérvadó egyetemein, legnevesebb üzleti iskoláiban ez egy kötelező tantárgy. Na micsoda ez az eszköz? Humor. Micsoda? Humor. Jó lehet, ha nem jön jobb megoldás, akkor elfogadom.
Ugye nem biztos, hogy a legkézenfekvőbb, mert hogyha nekem nincsen humorérzékem, akkor nehezen tudok a humorérzékemhez nyúlni. De egyébként jó az ötlet. Személyesség. Személyesség nagyon jó. Egy lépés válasz el a tökéletes választól. Hitelesség. Hitelesség, ugye a hitelesség az már egy tulajdonság vagy jellemvonás, az kevésbé eszköz, de egyébként nagyon-nagyon jó. Ennek az eszköznek szoros hozzátartozója, de még mindig nem hallottam a egyediség. Pontos megoldás. Egyediség, ugye ez is a jellemvonás, szorosan kapcsolódik az eszközhöz. És látjátok, hogy a figyelmetlenség hogy működik, ugyanis ott van a háttérben a megoldás. Hát a történet és történetmesélés a legősibb, legtermészetesebb és legkézenfekvőbb módja a figyelem felkeltésének és fenntartásának. A témáról rengeteget beszélünk, rengeteg könyv, rengeteg kiadvány és kisfilm szól róla, de azt tapasztalom, hogy a mindennapi kommunikációs helyzeteinkben, szakmai, professzionális, üzleti helyzetekben még mindig méltatlanul keveset mesélünk. Tehát van rengeteg sablonunk, rengeteg sémánk, de valódi történetet keveset mesélünk. Úgyhogy én azt most már kevesebb, mint 30 percet szeretném arra használni, hogy arra bátorítalak benneteket, hogy többet és tudatosabban meséljetek, túllépve a bejáratott sémákon és sablonokon és a pusztán szórakoztatási célú történetmesélésen. És akkor most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy 30 másodperc alatt két dolgot gondoljatok végig. Ki volt az életetekben az első olyan személy, aki mesélt nektek? A tiédet például el tudom képzelni, hogy ki lehetett. Tehát az egyik az a személy, a másik pedig, hogy mi volt az érzés, amit ez a korai élmény kiváltott belőletek. Egy másodpercet kérek, a többiek is gondolkodnak, és akkor lehet mondani. És akkor arra kérlek benneteket, hogy csak az érzéseket kiabáljátok be nekem. Az elalvás az nagyon jó. Nyugalom, biztonság, fókuszálódás, nagyon klassz vagy, szeretet, nagyon-nagyon jó. Csodálkozás, nagyon jó, csodálat, izgalom, feszültség, éberség, kíváncsiság, érdeklődés. A szeretet az volt, vagy csak én hiszem, hogy volt. Szeretet nagyon fontos. A teljes a világérzésen a most. Ha jól meséltek történetet, ha mesterien meséltek történetet, akkor a felnőttekből ugyanezeket az érzéseket tudjátok kiváltani. Ha megfigyeltétek, az érzéseknek két csoportját soroltátok, a kíváncsiság, érdeklődés, feszültség, várakozás, éberség, az a figyelem felkeltéséhez és fenntartásához tartozik. És a másik csoport, ez a csodálat, csodálkozás, szeretet, bizalom, biztonság, nyugalom, teljes a világ, és ebben teljes az én helyem érzése, tehát minden, ami a kapcsolódáshoz és kötődéshez tartozik. Na most ennek azért van óriási jelentősége, mert ma már tudjuk, hogy a másik ember elsősorban nem a te portékádat fogja megvenni. Mi az, amit a másik ember elsősorban megvesz, és csak utána a portékádat? Hát téged vesz meg először, és a te személyeden, személyességeden és szenvedélyeden keresztül veszi meg a portékát. Na most ez kicsit világosabb legyen, behozok egy másik fogalmat, ez az érv és érvelés. Az egyszerűség kedvéért most érnek nevezek mindent, ami termékparaméter, statisztika, adat, szám, puszta információ, puszta tény. Az érv az belőled ágota, azonnal ellenérvet fog előhívni. Az benned azonnal fölébreszti a kritikust. Az kettőnk között kata teremt egy vita helyzetet. Az érvelésnek az a lélektana, hogy beindítja a védekező, a tagadó és támadó mechanizmusokat. Azt szoktam mondani, hogy az érvelés az háború. És természetesen vannak olyan kommunikációs helyzetek, és a kommunikációnak olyan stádiumai, amikor ez nélkülözhetetlen, mert ez a harc viszi előre a gondolatokat, ez vezet felismerésekhez, ez segít az érdekérvényesítésben. De van olyan, amikor ez a harc kevés, vagy amikor nem erre van szükség, és akkor jön képbe a történet, a mesterien elmesélt történet. A mesterien elmesélt történet az, ami kettőnk között a kapcsolatot létrehozza, ami közted és köztem a kötődést megteremti, ami téged, az én ügyem részesévé tesz is fordítva.
Tehát az a lélektana a történetmesélésnek, hogy megszünteti a védekező, tagadó és támadó mechanizmusokat, és hogyha ezek megszűnnek, akkor előtérbe kerülhetnek az igazán fontos érzések és gondolatok. Tehát azt szoktam mondani, hogy a mesteri történet az lefegyverez. Azon nem lehet fogást találni. A Princetoni Egyetemnek vannak olyan kutatási eredményei, amik arról szólnak, ezek mágneses rezonancia vizsgálatok, ezek arról szólnak, hogy a mesteri történet a szinkronba hozza a hallgató és a mesélő agyhullámait. És vannak olyan pszichológiai kutatások, például a Jerome Bruner nevű pszichológusé, amelyek azt igazolják, hogy azt az érvet, amit történetbe vagy történet mellé helyezünk, 20-szor nagyobb valószínűséggel jegyzi meg a hallgatóság, mint azt a történetet, amit önmagában mondunk el. Szóval az üzenetem az, hogy meséljetek történetet, ami nem azt jelenti, hogy mostantól ne érveljetek. Ez csak annyit jelent, hogy az érveket egészítsék ki a történetek, és a történeteket egészítsék ki az érvek, és a történetnek nem versenytársa az érv. A történetnek a mesteri, és az annál is mesteribb történet a versenytársa. Ameddig viszont idáig eljutunk, hogy ez megtörténhessék, nagyon sok felkészítés és fejlesztési folyamat nyomán mondom azt nektek, hogy nincs még egy olyan kommunikációs meggyőzés technikai eszköz, aminek kapcsán annyiféle félelemmel és félreértéssel találkoznék, mint a történet és történetmesélés. Most sorolok nektek ilyen félelmeket és félreértéseket. Nekünk nincsenek történeteink. A mi történeteink nem elég érdekesek. Ha történetet mesélünk, akkor nem leszünk elég professzionálisak, nem fognak bennünket komolyan venni, nincs időnk a történetmesélésre, nem tudjuk, hogy milyen céllal meséljünk történetet, tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy mi a történet, és végül nem tudunk jól történetet mesélni. Na most arra kérek benneteket, hogy azt tegye föl a kezét, akinek soha semmilyen félelme nem volt, és nincs a történetmesélés kapcsán. Azért nyugodtan körülnézhettek egy picit. Azért érzékeljétek, hogy most itt egy előadástechnikai eszköz, amit alkalmazok, tehát ezzel bátorítalak benneteket, hogy most viszont azt fogom kérdezni, hogy mondani, hogy tegye föl a kezét az, akinek voltak már ilyen és hasonló félelmei és félreértései a történet és történetmesélés kapcsán. Jó magasra. Na most nézzetek körül. Szóval ezek a félelmek léteznek. A jó hír az, hogy a történetmesélés az egy fejleszthető képesség. Ennek vannak elvei és eszközei, ezeket el lehet sajátítani. A nagy kérdés az az, hogy ha ezt tanuljuk, akkor hova lesz ennek az egésznek a spontaneitása, az öröme és az áradása? És én erre az Anthony Hopkins nevű színész óriással tudok válaszolni, aki azt mondta egykor a színészpalántáknak, hogy tanuljátok meg a technikát, és utána felejtsétek el. Ugyanez érvényes a történetmesélésre. Tehát tudatosítsd, gyakorold, addig gyakorold, ameddig olyan automatizmus nem lesz belőle, mint az autóvezetésből, az úszásból, vagy a biciklizésből. Na most, hát ebbe a fejlesztési folyamatban nyilván nem most fogunk elmerülni, de azért annyit elmondok, hogyha úgy érzed, hogy nincsenek történeteid, akkor a történetnek van 4 forrása. Nyilván ez egy saját tipológia, 1000 másik létezik, ezt ne kőbevésett szabálynak, hanem inkább kapaszkodónak tekintsétek. Szóval a 4 forrás a személyes életed sikerei, a személyes életed kudarcai, mások élete, ide tartoznak az ügyfeleid, kollégáid és a nagymamád is, és végül a 4. forrás az az iparági történetek és a könyvből, illetve filmből vett történetek. Na most bármelyik forrásból is vedd a történetet, a személyes történet abban az értelemben, hogy te magad választottad, átszűrted magadon, és valamilyen személyes céllal és üzenettel fogalmazod meg a hallgatóságodnak. Na most, ha azt kérdezed tőlem ugyanakkor, vagy választanod kell, hogy egy saját életből, vagy egy nem saját életből vett történetet mesélj, akkor nyilván azt mondom, hogy az elsődleges mindig a saját életedből vett történet. 2 héttel ezelőtt volt az Egyesült Államokban, Seattle-ben az Imagine Cup nevű innovációs világverseny, és Magyarországot 3 olyan fiatal képviselte, akik egy olyan applikációt fejlesztettek, amely a vakok számára teszi lehetővé az olvasást. És én voltam velük Seattle-ben, tehát első kézből mondom azt, amit mondok, következő történt, megérkeztünk Seattle-be, és kiderült, hogy a Fülöp-szigeteki csapatnak van egy ugyanilyen terméke, ugyanígy vakoknak szól, és a 2 termék most némi leegyszerűsítéshez szólva tulajdonképpen ugyanazt tudja.
Na most ebben a helyzetben 56 ország között mi az, ami dönt, tehát mi az, ami eldönti a verseny további alakulását, az a történet. A magyar csapat az egy rendkívül profi, mesterien fölépített történettel adta elő a terméket. Ez a történet a szomszéd vakfiúról szólt. És ekkor érkeztek a Fülöp-szigetiek, akik szintén elkezdtek mesélni, méghozzá saját magukról. És a történetük az úgy szólt, hogy ők hárman vannak fejlesztők, ebből két fiú vak és egy látássérült. Ott eldőlt a verseny, tehát nem volt nekünk tovább. Tehát ez az elmúlt évnek az egyik nagy kudarca számomra is, retorikai storytelling kudarca, hogy tulajdonképpen a történeten eldőlt az, hogy a magyar csapat nem került bele a top 3-ba. De vissza oda, hogyha nem tudod, hogy milyen céllal mesélj történetet, akkor a történetnek van 5 típusa. A ki vagyok én, miért vagyok itt történet, ami bemutatkozásra szolgál, a tanító történet, amivel problémát jelenítesz meg, az értéktörténet, amivel értéket teszel átélhetővé, a tudom, hogy önök mit gondolnak, azzal cáfolsz, és végül a vízió történet, amivel a jövőképet mutatod meg a befogadóknak. És végül, ha nem tudsz jól mesélni, akkor a jól elmesélt történetnek van 4 dimenziója, a stílus, az igazság, a felkészülés és az előadásmód, és ezekben mindig lehet kapaszkodnod. Na most, hogy valami további konkrétumot is mondjak, hoztam nektek egy személyes márkát, és egy hozzá kapcsolódó történetet. És ezen a márkán és történeten keresztül mutatok néhány olyan elvet és eszközt, amit holnaptól a mindennapi munkátokban tudtok alkalmazni. A személyes márkát úgy hívják, hogy Ryan Gosling, és a történetet az idei Golden Globe díjátadón mondta el. Ez a feleségének intézett köszönő történet tulajdonképpen, de ami a mostani témánk szempontjából izgalmas, hogy ez egy kőkemény üzleti történet, aminek az a célja, hogy a székükön vagy foteljükben ülő mozirajongókat az érzelmeiknél vezérelve, vagy érzelmeiktől vezérelve elvigye a mozi pénztárakig. Szóval most meghallgatjuk Ryan Goslingot, nem lesz magyar felirat, de Gergő, el tud nekem indítani létszél videót, hogy akkor közben beszélek. De akkor aki nem, hányan vagytok, akik pontosan érteni fogjátok az angol szöveget. Jó, de azért lefordítom, jó, hogy biztosak legyünk abban, hogy... Igen. Just no time to thank everyone. I just would like to try and thank one person properly and say that while I was singing and dancing and playing piano and having one of the best experiences I've ever had on a film, my lady was raising our daughter, pregnant with our second, and trying to help her brother fight his battle with cancer. If she hadn't have taken all that on so that I could have this experience, it would surely be someone else up here other than me today. So, sweetheart, thank you. Megvan mindenkinek a történet? Ugye az a lényege, hogy ameddig én táncoltam, énekeltem és zongoráztam, és életem egyik legjobb tapasztalatára tettem szert, addig a feleségem a kislányunkat nevelte, várta a második gyermekünket, és közben próbált segíteni a bátyjának a rákkal való küzdelemben. És hogyha ő nincs már, mint a feleség, akkor én ma nem állok itt. Na most az első elv, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket a történet kapcsán, az az örökzöld kérdés, hogy mi a történet? Tehát mi különbözteti meg a történetet például az élménytől, vagy a tapasztalattól, vagy a puszta adatsortól, vagy a puszta eseménysortól? Ez a videó remek példája annak, hogy mi a történet, hogyha Gosling azt mondta volna, hogy köszönöm a feleségemnek, aki nevelte a gyerekünket, és közben várta a másodikat, és segített a bátyjának, akkor ez egy puszta eseménysor lenne. De ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy miközben én táncoltam, énekeltem, zongoráztam, és életem legjobb tapasztalatára tettem szert, addig ő nevelte, és állapotos volt, és próbált a bátyjának segíteni. Tehát ami az elsőt megkülönbözteti a másodiktól, az az, hogy a történetben mindig van konfliktus. Mindig van egy emberi konfliktus. Nincs konfliktus, nincs történet. Tehát első elvként ezt tegyétek el magatoknak, hogy a mesteri történetben van konfliktus. Én rengeteget küzdöm az ügyfeleimmel, hogy rávegyem őket arra,
hogy a sikereiken túllépve merjenek mesélni a konfliktusaikról. Az örökös szüntelen pozitivitás és örömmámor az nagyon elfáraszt. Az gyanút ébreszt és kikészíti az agyat. Szóval jó történet, van benne konfliktus, és ráadásul, persze ezt meg kell említenünk, hogy a konfliktusnak mindig kell, hogy legyen valami fajta feloldása. Gazlingnál mi volt a konfliktus feloldása? Hát maga, pontosan, és maga a díj, a pozitív érzéseket. Tehát a pozitív érzések azok, amelyek a hallgatóság és a befogadók cselekvési horizontját kitágítják. Tehát elsőként ezt tegyétek el magatoknak, hogy mesteri történetben van konfliktus. A második, és erre is nagyon jó példa a Gazlingé, hogy a mesteri történet egyszerű. Meggyőződésem, hogy a 21. század legfontosabb storytelling képessége az lesz, hogy mennyire tudunk sűríteni és szelektálni. Hogy tudunk-e történetet mesélni akár 2-3 mondatban. Előfordult már veletek olyan, hogy valaki olyan hosszan és bonyolultan mesélt, hogy csak arra bírtatok gondolni, milyen hosszan és bonyolultan mesél. Ugye a túl hosszú és bonyolult történet elidegenítő hatással van. A mesteri történet egyszerű, ami nem azt jelenti, hogy leegyszerűsítő vagy lebutító. Az egyszerűség azt jelenti, hogy minél kevesebb szóval törekszünk arra, hogy minél gazdagabb és teljesebb tartalmat fejezzünk ki. Az agy egy lusta húsdarab, ezt nem én mondom, hanem a Gregory Burns nevű neurobiológus. Nem mondjátok, hogy az nem hús, hanem víz, ez egy metafora volt. Szóval lusta húsdarab egyetlen vágya van az agynak, hogy időt és energiát nyerjen a maga számára. És az egyszerű történettel ezt a vágyát ki tudjuk elégíteni. Na most egy nagyon izgalmas kérdés, hogy lehet-e például egy mondatban történetet mesélni? Három házasságom volt, és mindhárom sikeres. Egy mondatos történet mögötte egy életnek minden sikere és kudarca, és mielőtt félreértitek, ez nem az én történetem, hanem a Margaret Mead nevű amerikai újságírónői, és ugye egy nagyon fontos személyes márka építő elem az ő sorsában, sorsának alakulásában. Ajánlom úgy gyakorlatként a Six Word Stories nevű oldalt, ez az, aminek hangzik, ez a 6 szavas történeteknek az oldala. Nagyon sokat lehet tanulni a szelektálásról és sűrítésről. Az én kedvenc 6 szavasom, csak hogy kedvet csináljak, megtaláltam az igazit, elvettem egy másikat. A következő elv, az szintén a mesteri történethez kapcsolódik, és pedig, hogy a személyes történetnek mindig a hallgatóságról, a hallgatósághoz és a hallgatóságnak is kell szólnia. Tehát a hallgatóságnak tudnia kell kapcsolódnia a te személyességedhez, magára kell ismernie, rá kell találnia valamire a saját világából. Nem olyan régen egy nagy cég vezetőjét készítettem egy előadásra, és amikor megtartotta az előadást benne a történettel, akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy sikerült a történet. Mire azt mondta, hogy király voltam. És a hallgatóságod, ő hogy érezte magát? Hát arra nem figyeltem, mondja ő. Szóval ez nagy baj, a történetmesélés minden pillanatában ott kell lennie a hallgatóság iránti figyelemnek és gondosságnak. És most arra kérek benneteket, hogy forduljatok a mellettetek ülőhöz. Ez az. És van rá egy percetek, hogy a lehető legtöbb közös vonást, tulajdonságot, hobbit megtaláljátok, és ha már ismeritek egymást korábbról, akkor olyan hobbikat szeretnék, amikről eddig nem tudtatok. Most indul a játék. Mennyi időm van még? Mennyi időm szeretnél? 10 perc mindenképp van. Jó, vagy jó, akkor legyen még egy kicsi. Jó, hát azt hittem időszükében vagyok. Ezt közben megigazítom. I'm going to go to the next one.
másodperc, két másodpercetek van még. Jó, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mindjárt rátérünk a kiértékelésre, csak közben itt ül egy nagyon helyes gyerek, és az jutott eszembe, nem bírom megállni, hogy egy percet beszéljek arról, hogy például a gyereknevelésben milyen elképesztően nagy jelentősége van a történetnek és történetmesélésnek. Nem tudom, hogy olvastatok-e már róla, de hogy a szervezetben vannak a bizonyos tükörneuronok, amelyek felelősek azért, hogy egy jó történet történetet vált ki a másik emberből. Gondoljatok bele, hogy hányszor van az, hányan vagytok itt szülők, vagy majdani szülők, őket is belevehetjük, jó? Hogy hányszor van az, hogy a gyerek hazajön az iskolából, megkérdezett, hogy mi történt, és azt mondja, hogy semmi. Na most mi lenne, ha egyszer kérdés helyett elkezdenél mesélni a saját napodról? Figyeld meg, hogy a te történetet fog a gyermekből előhívni. A te nyitottságod és megnyílásod nyitottságot fog benne kiváltani. Ez volt a zárója, és akkor most vissza a gyakorlathoz, hogy hány közös vonást találtatok? Egy, de az alaposan meg van találva. Jó, hát innen már csak fölfele vezethet az út. Tehát egy, klassz, négy, öt, jó. Ott hátul, nemrég tanítványaimmal játszottuk ugyanezt a Corvinuson, és volt egy nagyon helyes csapat fizikus fiúkkal, akik két darab közös vonást találtak, hogy fizikusok vagyunk mindhárman, és szexik vagyunk mindhárman. És önbizalmatok is van mindhármatoknak. Hány közös vonást találtatok? Nagyon sokat? Ez jó, de nem ismertétek egymást. Ez igen, egyébként... De nem olyan... Nem eget földet rázó, mindent megmozgató. Na most, ennek a feladatnak kettős volt a célja. Egyrészt az, hogy megnézzük, hogy mennyire vagytok gyorsak és ügyesek a kapcsolatteremtésben, ami egy alapvető történetmesélési képesség. A másik, hogy megnézzük, hogy mi az az érzés, amit egy-egy közös vonásnak a megtalálása előhív. Milyen érzés volt, amikor egy-egy közös hobbira rábukkantatok? Vagy jellemvonásra? Öröm, érdeklődés, nyitás, nagyon jó. Azért figyeltem az arcokat, nem tudjátok letagadni. Tehát mindenképpen valami pozitív érzés. Erre mondja a latin mondás, hogy hasonló a hasonlónak örül. Na most arra bátorítalak benneteket, hogy ezeket az örömteli hasonlóságokat építsétek be a különböző történeteitekbe. A következő elv, ez azt hiszem a negyedik, ugye számolja valaki? Negyedik. Igen. Igen, nagyon jó vagy. A mesteri történet az emlékezetes. Na most az emlékezetessé tételnek van számtalan eszköze, erre láttunk egy nagyon jó példát Goslingnál, méghozzá azt, hogy érzelmileg, hangulatilag erős kifejezéseket használt a szürke, semleges, semmit mondó kifejezések helyett. És ahhoz mit szóltok, hogy János bácsi átvonszolja a belét a szobán? Ez nem olyan, igen, valaki kiabálta be a közönség soraiból. Ez egy olyan kifejezés, gondoljatok bele, hogy egyszerre beszél rólam a beszélőről, János bácsiról, és a kettőnk viszonyáról, és mindez egyetlen kifejezésben. Nyelvi ökonómia, nyelvi gazdaságosság. Erről beszéltem, amikor azt mondtam nektek, hogy az agy egy lusta húsdarab. Na most azért nyilván szeretném a figyelmeteket fölhívni arra, hogy az ilyen típusú minősítő és értékelő kifejezéseknél végig kell gondolni, hogy ez összeköt a hallgatóságommal, vagy elválaszt tőle. Tehát hogy ez a típusú nyers nyelvhasználat belefér-e az adott közönségnek az ízlésvilágába. De ami a lényeges, hogy ezek az érzelmileg, hangulatilag erős kifejezések miért annyira hatékonyak?
Nem azért, mert a bulvár sajtó azt súlykolja, hogy ilyeneket kell használni, hanem azért, mert ezek a kifejezések dopamint váltanak ki a szervezetben, a dopamin pedig serkenti a memóriát. Ez az egyik. A másik, hogy ezek a kifejezések vakú emlékekként működnek, ami azt jelenti, hogy fölvillannak és bevilágítják a teljes történetet. Ez azt jelenti, hogy elég az agynak egyetlen egy ilyen kifejezést tárolnia, és ennek alapján föl tudja idézni a teljes történetet. És akkor végül az utolsó elv, illetve ez egy tanács, méghozzá az, hogy mostantól építsetek történetbankot. Ami nem jelent mást, mint hogy vegyetek elő egy fehér lapot, vagy egy füzetet, vagy nyissatok egy dokumentumot, vagy kezdjetek olyan applikációkat használni, mint az OneNote, vagy az Evernote, és kezdjétek gyűjteni a történeteket. A történet olyan, mint a tavaszi zápor, hogy gyorsan jön, gyorsan megy, és akkor kell begyűjteni, amikor itt van. A nagy kérdés az az, hogy mi érdemes arra, hogy följegyezzük? Tehát hogy tudod eldönteni, hogy valamit föl kell jegyezni, vagy nem kell följegyezni? Ismerős arcok. Hello. Tehát mi dönti el, hogy följegyzed, vagy nem? Hogy mások számára is izgalmas lehet. Nagyon jó szempont. Erre nem is gondoltam, de add elő magad, kettőben megírom. Klassz vagy. Még ötletek? Mennyire jutott meg? Nagyon jó. Nagyon jó vagy. Én is ezt mondom, hogy ami érzést és érzelmet váltott ki belőled, bármit, szégyent, haragot, örömet, bánatot, kíváncsiságot, éberséget, az érdemes lejegyezni, mert abban már ott van a történetnek a lehetősége, vagy kezdeménye, vagy csírája. És végül összefoglalás. Tehát figyelj arra, hogy a mesteri történetben legyen konfliktus, a mesteri történet legyen egyszerű, legyen emlékezetes, szóljon legalább annyira a hallgatóságodról, mint rólad, és figyelj arra, hogy gyűjtsd a történeteket. A 20. század elején a Mikszáth Kálmán nevű író egyik barátja emigrálni készült Magyarországról. És Mikszáth megkérdezte tőle, hogy mégis hova mész? Olyan országban, ahol kedvezőbbek a gazdasági feltételek? Nem olyanban, mondta a barát. Olyanban, ahol kedvezőbbek a kulturális feltételek? Nem olyanban. Olyanban, ahol kedvezőbbek? Nem olyanban. Olyanban, ahol nem olyanban. Hát akkor mégis hova mész? Kérdezte Mikszáth. Ez egy jó válasz lehet. Mire a kedves barát azt mondta, egy olyan országba megyek, ahol az emberek szeretnek és tudnak történeteket mesélni. Szóval én azt kívánom nektek, hogy szeressetek és tudjatok történeteket mesélni. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!